Köszöntöm a Kölcsei Televízió minden kedves nézőjét, Életvitel című műsorunkat látják. A mai műsor témája, hát remélem, hogy önök is úgy gondolják, hogy nagyon fontos, egy kérdésfeltevés tulajdonképpen, hogy hogyan tudnánk közterületeink tisztaságát megőrizni az egyén szintjén, a városlakó szintjén, úgy, mint én, vagy úgy, mint önök. Ehhez a témához két szakértő vendéget hívtam, akikkel vélhetően hasznosan jót fogunk beszélgetni, és talán valami kis részét a célunknak is elérjük. Köszöntöm itt a beszélgetés helyszínén Bodrogi László urat, a Nyíregyházi Közterületfelügyelet vezetőjét, és Keckó Jánost a Nyírvédé képviseletében, mint közterületfenntartási irodavezetőt, és köszönöm, hogy elfogadták a meghívásomat. A témát én már nagyon régen szerettem volna asztalra tenni, terítékre tenni, de valahogy mindig úgy gondoltam az egyén szintjén, hogy akár ki is nevetnek érte. Hogy most valakinek az ember az utcán nem megy oda, vagy csak ritkán teszi meg azt, hogy szól, hogy vegye fel azt a papírzsebkendőt, amit eldobott, vagy azt a csikket miért ott hajtotta el, hiszen ha sétál egy kicsit, akkor talán talál egy hulladékgyűjtő edényt. Ennek a mai műsornak számomra a legfontosabb kérdés feltevése, hogy ha ez szép szóval és az ismertető kis füzetek és televíziós médiában megjelenő propagandáknak köszönhetően a lakosság nem tud másképpen gondolkodni, vagy nem akar, akkor az esetleges szankcióknak van-e létjogosultsága? Egyáltalán zajlik-e ilyen? Először Bodrogi urat kérdezem. Tehát tudnak-e azért büntetni, hogyha észreveszik, hogy valaki eldob mondjuk a Kossuth téren egy szemetet? Valóban így van. Jogszabály lehetőség az megvan rá, hiszen akár a szabálysértési törvény, vagy akár a helyi rendeletünknek is vannak olyan szakaszai, amely lehetővé teszik azt, hogy akár egy közterületfelügyelő, vagy akár egy rendőr a helyszínen, akit éppen tetten ér, mert éppen erre valamilyen szemetet, hulladékot, ezzel szemben alkalmazzon valamit. Ez lehet figyelmeztetés, akár helyszíni viság kiszabása, de akár lehet feljelentés is. És ugye, hogy ilyenkor mindenki el fog már abban gondolkodni, hogy most megérte ezt nekem eldobni ezt a szemetet egy 10 000 forintos helyszíni viságért, vagy épp egy feljelentés alapján, amely egy hosszabb procedúra, hiszen beívnak a rendőrségre, vagy beívnak a járási hivatalba, esetleg meghallgatnak, hogy mi történt, ami időmet veszi el, plusz még meg is büntetnek érte. Ez lehet egyfajta, hogy mondjam, tudatosságnevelés egy ilyen emberrel szemben, akivel szemben ezt kell, hogy tegyük már, hiszen a felügyelő azért kint helyszínen csak légbégső esetben folyamodik olyan szankcióhoz. Elsősorban mindig felhívja a figyelmet arra, hogy ezt nem kellett volna, esetleg föl kellene szedni és betenni megfelelő helyére ezt a szemetet. Ha ezek nem vezetnek eredményre, akkor jön elő a felügyelők a következő fokozata, amikor már, amit fog vele szemben alkalmazni, szankciót, amit éppen felügyelőt helyszínen dönt és mérlegel, hogy mit kell csinálni. Amikor mi is esetleg a tévfigyelőkamerák alapján látunk olyan eseteket, amikor valakit tetten érünk a kamerák látótűzében, hogy éppen valamit elkövet, mint erre volt is például most jó néhány esetben a városban, akkor a kamerafelvétel alapján be lehet azonosítani éppenséggel, hogy ki volt, hiszen egy járműrendszám alapján vissza lehet keresni, ki az üzemben tartó, vagy ugye ahol előtte történt egy nagyobb mértékű szemétlerakás, vissza lehetett követni egész a lakásáig az elkövetőt a kamerák alapján, hogy éppen ki volt, és a felügyelő akkor is kimegy a helyszínre, és ott azért felelősséget tudja vonni a elkövetőt, hogy ugyan már ez mi történt, hogyan történt. Nagyon kevésszer történik meg a városban olyan típusú tettenérés, hiszen ha valaki mellett egy rendőrt vagy közterületfelügyelőt egyenruhában a városban, azért olyankor nagyon nehéz a tettenérés. Hát olyankor igyekszik mindenki figyelni arra, még hogyha esetleg a felügyelő megy valaki mögött is, mintha megérezné azt, hogy valaki megy mögötte, és nem szabad most csinálnom éppen semmit. Lehet, hogy a folyamatos jelenlét a városban az mondjuk sokat segítene állandó jelenlét bizonyos helyszíneken, amit szeretnénk is mindig megcsinálni, hogy sok helyen megyünk jelen, de erre sajnos nem mindig van lehetőségünk.
De egyébként, hát nem tudom, tényleg ez lehet, hogy sajtókérdése is lenne, hogy most akkor... De nem, még egyszer mondom, az elmúlt év során is kb. 15-20 esetben tudtunk valakivel szemben, és olyan eset történt, amikor ki kellett vele szemben szabni valamilyen szankciót, de most vegyük őszintet, egy papír, valaki elrúgja az utcán, és utána fel, hogy oda megy, és legyen szíves, vegye föl, fölveszi, ez nem biztos, hogy egy helyszínűságot megérő cselekedet. De volt már olyan példa, hogy éjszakai szolgálat alatt előttünk valaki fölrúgta a szemetes kukát, és mindenben, na ez viszont már az a fajta, amikor az még felügyenek, ember nem mehet el, és ez nem csak egyszerű, ennyivel fog záródni, hanem valami mást is fog éppen reményezni az adott szituációban. Mert most nem, lehet, hogy ezt meg kellene majd sajtóznunk idővel, mi még ezen annyira nem gondolkodtunk így. Elsőbb most a térfigyő kamerák felvétel alapján igyekszünk néha segítséget kérni a lakosságtól, és publikálni, hogy ez is egyfajta lehetőség a felügyelet kezében. Számtalan feladatot látnak el a megyeszékhely területén, tehát ez csak egy szelete annak, amiben önök intézkedhetnek, és ugye nyilván ami által igyekeznek segíteni a köztisztaság, a közrend fenntartását. A Nyírvévénél a közterület fenntartási irodának is számtalan feladata van, és ezek közül az egyik, hogy a városnak a tisztasága fennmaradjon, vagy hogyha az ugye sérül, hogy abban segítsenek az irodamunkatársai, hogy minél szebb legyen a város. A két szervezetnek hol ér össze leginkább a tevékenysége, a munkája? Hát egyrészt illegális hulladékot tekintve közösen működtetjük, illetve koordináljuk a hulladékkommandó munkáját, ami elsősorban külterületekre vonatkozik, de természetesen a belvárosban is, ahol kialakul bármilyen okból kifolyólag egy nagyobb hulladék lerakat egy olyan úgynevezett gócpont, ahol rendszeresen vagy túlterhelődik a köztéri szelence, vagy egyszerűen csak szelektív sziget mellé rendszeresen megjelenik a különböző jellegű kommunális vagy építési törmelék. Ezt minden esetben közösen, együttműködve derítjük fel és próbáljuk megakadályozni, hiszen a mi részünk ebben a történetben az összetakarítás, hogy eltűnjön a szemét. A megelőzés az inkább a közterület felügyelők jelenlétéből várható, illetve a szankció is. Én azt gondolom egyébként, hogy szemléletváltásra lenne szükség mindenképpen, hiszen sokszor szoktam mondani a bejelentésekre, hogy alapvetően sem a közterület felügyelet munkatársai, sem az én kollégáim nem mi szemetelünk, mi szedjük össze. Az első kérdés az, hogy miért kerül rossz helyre a hulladék, amikor sok esetben azért sem értünk, mert olyan helyre kerül, ahol közel van a hulladékudvar, a Kerék utca és környéke például, vagy ha zöld hulladékot helyez ki valaki műanyag zsákba, ha kirázza, már nem terheli annyira a környezetet, hiszen a fű az idővel lebomlik, egyébként pedig teljesen legálisan, sokszor ingyenesen el is helyezhetné a hulladékudvarban. Mi most elkezdtük már néhány éve az ökosuli programunkat, a pontosan a szemléletváltásra irányuló figyelem. Elsősorban a zöld felületi értékeinkre helyezzük a hangsúlyt, ezen belül tudjuk nagyon gyorsan megragadni a fiatalok, kisiskolásoknak a figyelmét, majd ezt követően áttérünk a hulladékgyűjtés, illetve a környezettudatos magatartás egyéb területeire is, nevezetesen, hogy ne dobáljuk el a hulladékot. Én azt gondolom, hogy a idősebb korosztály számára, akik mégis arra vetemednek, ez elég figyelemfelhívó vagy megdöbbentő lehet, hogyha pont a tulajdon gyermeke, harmadikos, negyedikes osztályos kisgyermeke szól rá, hogy apa, ne dobd el a szemetet. A kereszteződés nem arról, hogy kiürítsük a hamutartót, mert ezzel szebb lehet a környezetünk. Hát ez, amit most így hallottunk, hogyha ez minden családban érvényes lehetne, nyilván ahol van oka, tehát ahol nem szemetelnek a szülők, ott ugye nyilván evidens, hogy a gyermek azt látja, hogy nem szemetelnek. Most így, ahogy hallgattam ezeket a gondolatokat, eszembe jutott, hogy lehet, hogy már évtizedekkel ezelőtt volt az, amikor egy cég felkérésére vagy egy pályázaton Fekete Éva, akit mindannyian ismerünk, grafikusként egy olyan kifestőt kellett, hogy létrehozzon, rajzoljon, ami kimondottan ezeket a célokat követte volna a gyermekek körében, és éppen tavaly az ünnepi könyvhéten mutattunk be egy olyan gyermekeknek szóló meséskönyvet, aminek a megírására pedig Szent Györgyi Juditot kérték fel, ami valóban a környezet megóvása és akár a szelektív hulladékgyűjtés célzatával készült el. Tehát vannak kezdeményezések, és vannak cégek, akik mondjuk megtehetik és tudnak rá szánni, hogy ilyen ötleteket valósítsanak meg.
A hulladékkommandó, mint kifejezés elhangzott, itt azért másfél évtizedet kell visszamennünk, ugye? És itt az Emisszió Egyesület nevét is meg kell említeni, ott a hulladékkommandó megszületésének kapcsán. Hogy emlékeznek vissza a kedves vendégek? Ez már az elején sikeres volt? Nyilván mi mellett a köztérfelt is alapítói voltunk a hulladékkommandónak, amikor legelőször is, amikor az Emisszió fejből pattant ki ez a zseniális gondolat. Már az első években is úgy gondolom, hogy ez egy... Hiszen emlékszek rá, amikor 15-20-an mentünk egyszer egy ilyen nagy telepre ki is turkáltunk mindenféle szemétben, és akkor tényleg még nagyon sok helyen találtunk mindenféle hulladékot. Önmagában is élmény volt az, hogy most ilyet kezdünk el csinálni a városban. Jó dolog is volt, most is persze nagyon jó dolog, hiszen most már azért valamilyen szinten másképp próbáljuk meg az erőinket megosztani és megcsoportosítani. Igen, de akkor így van, hiszen akkor már mindenki nagyon lelkesen jött ebbe, hiszen akkor, amit el lehetett képzelni, minden szervezet gyakorlatilag bele tudtuk vonni ebbe a munkába, hiszen a nyílvévén is rajtunk kívül, akkor már a rendőrség, a polgárőrségtől kezdve, tehát mindenki olyasmi, aki ebben részt vett venni, az jött és szívesen segítette ezt a munkát. Nagyon sok illegális hulladékot találtunk abban az időben, rengeteget vittetek el, úgy tudom, a közterületről, közterületekről. Mi gondolkodunk közigazgatásilag egy ilyen hulladékkommandós munka vagy járat során? Tehát a városnak a határa, tehát egészen a külső határok szétel. És nem az kell, hogy itt a város határa tábla, hanem ettől azért jóval kiebb is megyünk, hiszen maga a közötti határa teljesen más, mint a közúton jelzett városvége tábla. És ugye már elsőben, mint mondta is János, hogy tehát külterületekre koncentrálunk ilyenkor, bár megmondom őszintén, évről évre szerintem csökken az a mennyiség, amit kint találunk, szerencsére. És mondom, az első időszak az tényleg egy lelkesek voltunk, most is lelkesek vagyunk, hiszen az úgy gondolom, hogy mi nyilvével közösen kanyarodva mindenre most is részt veszünk, mi azért minden ilyen munkát szívesen végzünk. És akkoriban bármilyen ügyes volt, mentünk, hetente kétszer is volt, mikor mentünk ilyen akciókba, és tényleg az egy nagyon-nagyon, tényleg az első időszak az egy ilyen nagyon jó dolog volt, és akkor azt hiszem, mi is kezdtük az országban, és hiszen nem sok helyen volt még ehhez hasonló, és ez tényleg hírérték is volt. Utána egy-két szervezet ebből lemorzsolódott, aztán már csak mi maradtunk igazából szervezőként a Nyírvévé Kft-vel, próbáltuk is az egészet átszervezni, hogy amit találunk kint, utána legyen is elvívve onnan. Tehát nem csak az lenne, hogy megtaláltuk kint a szemetet, aztán, hogyha mint az első időszakban ez megtörtént, ha megvett, akkor próbáljuk meg, hogy kié volt, mié volt, vagy elvittük, vagy nem vitték el. Igazából nem volt megszervezve még sok minden akkor, mint hogy most megvan, és mostanában minden jól van szervezve, hogyha találunk kint, akkor azt el is viszik a helyszínről azonnal a nyílvi munkatársai. Visszagondolva az elmúlt 15 évre, igen, valójában az egész hulladékkommandónak a tevékenysége kicsit átalakult. Akkor is nagyon nagy mennyiségű hulladéklerakások voltak Nyíregyháza határaiban. Gondoljunk csak a Simaiti lőtér, Borványai lőtér területére, és még számos ilyen területet tudnánk mondani, sajnos Lacival. Ezeket a nagy lerakásokat, ami elsősorban építési bontási törmelék volt, de kommunális hulladék volt közte, ezeket sikerült felszámolnunk. Az első év adata egyébként, amikor közel 200 hulladékkupacban találtunk gyakorlatilag személyes iratokat, a megdöbbentő az volt, hogy ebből gyakorlatilag mindenki tagadta, hogy ő rakta volna a szemetet, de mégis mindenki vállalta azt, hogy eltakarítja. Ezt egy mérlegjeggyel kellett igazolni, és ez még jó néhány évig így működött, aztán egyre kevesebb irat került bele a hulladékkupacokba, de ezzel arányosan egyébként örvendetesen csökkent is a hulladékmennyiség, és ez mindenképpen a járőrözésnek volt köszönhető, illetve azt is, hogy nyilvánosságot kapott ez a tevékenység. Nyilván mindenkinek számolnia kellett azzal a kockázattal, hogy rajta kaphatják, szankciót kaphat érte. Én nagyon sajnálom visszakanyarodva egy kicsit, hogy nem belülről fakadt ez, és a szemlélet változott meg még az kezdetén, hanem a féltek valamitől. Igen. Aztán azért lassan ez átalakult. Tehát szépen lassan mondhatni, most már a külterületen a nagy klasszikus hulladéklerakások megszűntek,
egy-két zsák még időnként előfordul, és ahogy változtak a illegális hulladéklerakás szokásai, úgy kellett nekünk is alkalmazkodnunk, volt amikor egy éven belül többször. Ez nyilván azt követelt, hogy le kellett ülnünk, ötletelni, megváltozott. Kint most meg külterületen nincs, de a belvárosban például a szelektív szigetek mellett megjelentek a hulladékkupacok. Hogy kezeljük ezt a helyzetet, milyen megoldási sémákat tudunk kidolgozni, hogy járőrözzünk, és ez gyakorlatilag most ott tartunk talán, hogy a kommunális gyűjtőedények mellé tesznek sokszor, vagy bele illetéktelen hulladékot. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy valaki otthonról elhozza a kommunális hulladékot, és beleteszi egy társasháznak a hulladék gyűjtő edényzetébe. Ezt azért nagyon nehéz tetten érni, és szankciós. Tehát új problémák, új kihívások, és ezek mind új megoldásokat is követelnek tőlünk. Tehát folyamatosan fejlődnünk kell, de az örvendetes, hogy egyre kevesebb problémával állunk szembe, ami sajnos másik oldalról tekintve, hogy még mindig kell foglalkoznunk ezzel a témával. Én mindenképpen szeretném megkérdezni, hogyha lehet rá röviden válaszolni, hogy aki ilyesmit követel, hogy illegálisan helyezel hulladékot, és most bármelyik, ami elhangzott eset ebbe beleértendő, tehát ha elviszi valahova, ahol illegálisan teszi le, akkor például oda is elvihetné, ahol nem illegálisan teszi le. Nem? Hát sok esetben igen, attól függően, hogy milyen hulladékot helyez ki, hiszen a hulladékudvarok fogadják folyamatosan a különböző hulladéktípusokat, nyilván ott is megvannak a szabályok, de én azt gondolom sokkal észszerűbb és célszerűbb, ha a lerakóba is viszik be oda beszállítani, hiszen nem egy vállalhatatlan költség a megsemmisítési költség, illetve nem szabad arról sem elfeledkeznünk, hogy gyakorlatilag minden évben van lomtalanítás, ami egy külön feladatot ad egyébként főleg a felügyelő kollégáknak. Erről majd Laci tud nagyon sokat mesélni, de gyakorlatilag meg tudunk szabadulni azoktól a lomoktól teljesen jogszerűen is, amelyek felhalmozódnak egy adott háztartásban. Ha pedig egy kicsit környezettudatosabban élünk, vagy tudatosabban fogyasztunk, akkor ennek is egy jó része elkerülhető válik. A lomtalanításra mindjárt szánunk pár percet, de szeretném a kedves vendégeim véleményét megkérdezni arról, bár nyilván ehhez tényszerű információkra van szükség, nekem nincsen, hogy ugye most mi egy megyeszékhelyen vagyunk, itt élünk, itt beszélgetünk erről a témáról, és külön szervezetek vannak arra, hogy akár ezeket a feladatokat is ellássák, vagy szankcionálják, vagy sorolhatnám. De mi van egy kicsi településen? Tehát gondolom ott is van illegális hulladék, ott is szemetelnek az emberek, akkor ki figyel rájuk, ki szól nekik, ha nem a szomszéd? Igen, tehát én is korábban egy kisebb település jöttem, Nyíregyháza, Nyírbátorból. Nyilvánvalóan szerencsére van köztelet felügyelő, aki dolgozik, hiszen a megyében nagyon sok városban tevékenykedik köztelet felügyelő, vagy éppen köztelet felügyelet, már kisebb falvakban igazából nem. De én úgy gondolom, hogy egy kisebb településen, főleg egy faluban, ahonnan például nekem is származik sok rokonom, ott nem igazán jellemző az, hogy én most az utcán el fogok dönni a szemetet. Ott még mindig lívik az, hogy hétvégén az utca elejét össze kell gelevéznem, össze kell szednem a házam előtt a szemetet. Tehát valahogy ez a városból már kikapott. Ahol lakok orvoson, ott még azért mindig divat, hogy a hétvégén legalább mindenki a saját portáját összesepreget, összegerevézik. Tehát, hogy mert a sajátjának tekinti. Mert a sajátját tekinti. És talán azért mondom, hogy ez, tehát egy kisebb településen azért ott mindenki ismeri egymást. Tehát azért nehezebb elbújni másik tekintet elő, hogy most éppen ezt fogom csinálni. Mindenki ismeri azokat, aki zúgat, ahol ilyesmit lehet csinálni, és pont figyelnek rá, hiszen hogy mondjam, annak idején, amikor a térfigyelő kamerákról volt egy előadás, akkor pont egy településen élő idősebbiek, akik a utcán voltak, ők voltak a térfigyelő kamerák, tehát ők mindent látnak egy adott településen, és azért, ahogy mondják, ez a koncsos rádió működik egy településen, tehát mindenki tud mindent, hogy hogy fog történni. Ez persze egy nagy város, mert Nyíregyháza azért ez így nem működik. Tehát ilyenkor ide kell egy ilyen szervezet, akár a rendőrség, akár a közterületfelügyelet, akár a mezőrség a nyílvének a belkein belül, akik erre figyelnek és próbálják meg ezeket földeríteni, ha kell tetten érni, ha kell megelőzni, de hogy minél kevesebb legyen a szemetelés a városban. Ugyanez a meglátás a vélemény? Így van, abszolút. Sajnos a Nyíregyháza peremvidékén nem tapasztalható ez, tehát ott gyakoribb volt az elmúlt évekre visszatekintve a hulladéklerakás. Ennek egyszerűen az volt az oka, hogy ott tudtak könnyebben megszabadulni. Egy részét az ott lakók, egy részét pedig az átjövő, átutazó forgalom rakta le. Szerencsére ezek is visszaszorulóban vannak. Na azt gondolom egyébként, hogy
tényleg igaz, ha figyelünk egymásra, és összefogással próbálunk ezen tenni, akár megkérni, nem kell ezt nyersen, arrogánsan megtenni, de lehet figyelmeztetni arra bárkit, hogy nem biztos, hogy jó, hogyha eldobjuk a hulladékot, illetve úgy gondolom, ezt mi is meg szoktuk tenni területbejárások alkalmával, ha látunk egy eldobott szemetet, betesszük a szelencébe. Tehát egy pici kis rugalmassággal, odafigyeléssel rengeteget tehetünk környezeti értékeinkért, illetve a környezet tisztaságáért, szépségéért. És ha ezt mindenki komolyan veszi, akkor előre haladhatunk. Bár az is igaz, hogy Nyíregyházán ugye sokkal könnyebb anonimnak maradni egy városban, egy nagy városban, pont azért, mert nem ismer mindenki mindenkit, ismeretlenül azért nehezebben szólítunk le valakit. Lehet, hogy egy kicsit kellemetlenem, csak ilyenkor tényleg az a kérdés, hogy mi kellemetlenebb, eldobni valakit és neki szembesülni ezzel a ténnyel, vagy szembesíteni valakinek azzal, hogy ez nem egy szép megoldás volt. Sokszor egyébként a szelencétől néhány méterre dobják el ezt a szemetet. Most arról beszéltünk, hogy vannak kisebb települések, és azokhoz képest ugye Nyíregyháza nagynak mondhatóna, de ha az egész világot nézzük meg, ami zajlik most, környezetszennyezés és a hulladék sziketek is, az óceánok szennyezése szempontjából, akkor mi még csak egy icipici dolgot érintettünk itt ebben a beszélgetésben. Én magam érzem a hátamon a tekinteteket, ha egy buszmegállón átsétálunk a gyermekemmel, és felveszek egy eldobott szemetet, vagy a gyermekem fel, úgy néznek rám, mint egy UFO-ra. Tehát, hogy azért ez még így nincsen benne a köztudatban, hogy hát azt én felvehetem attól, hogy valaki eldobta, de hát nyilván sokan úgy vannak vele, hogy miért dobták el. Egy kicsi időt szennék alomtalanításra, és talán picit ilyen önironikusan, ugye azt is mondhatnám, hogy milyen sokan örülnek ugye a lomtalanításnak. Tehát azok feltétlenül örülnek, akik megszabadulnak a lomjaiktól, mert csak a kijelölt helyekre kell, lehet, hogy csak ahol ők élnek, egy pár méterrel arrébb kell csak elvinni. Hát ugye vannak szervezetek, akik ugye ezt koordinálják és felügyelik, na de hát ott rendesen már rendőrjárőröket kell olyankor, én gondolom, kérni az utakra, hogy felügyeljék a rendet, hiszen széthurcolják azokat a dolgokat. Valóban, igen. Tehát a lomtalanítási az egy-két napon, amíg ez történik a városban, a rendőrséggel, a mezőrőkkel, Kalotva Közterületfelügyeletnek is van teljes állománya részt vesz ilyenkor ennek az ellenőrzésében, hiszen azon túl, hogy néha nem is a kijelölt helyre raknak le ilyen típusú lomot, és ilyenkor mindenki lehoz mindent. Tehát most itt a lomtalanításban nem csak azt kell érteni, hogy most én lehozom tényleg a lomtalanításban kitehető lomot, hanem ilyenkor mindenki, amit lehet, azt lehozza. Akár ibrisi törmeléktől van szó, akár autógumiról van szó, vagy bármilyen olyat, ami pedig nem... Hát ugye évek óta lehet olvasni, hogy mit lehet. Így van, mi fél bele. Így van, és sajnos azt kell mondjam, hogy most is vannak olyan emberek, akik... egyfajta hasznot látnak ebben a lomtalanításban, hiszen ilyenkor egy-egy részt már emberek foglalnak le előtte napokkal, és próbálják meg az ebből kinyerhető dolgokat maximálisan összeszedni és maguk mondja hasznosítani. Ezzel nem is lenne igazából baj, hiszen önmagában szabálytalan, amit csinálnak, de mindig azt mondjuk, hogy ha csak elviszik innen ezt a lomot, amit éppen így majd tud valami hasznosítani magának valamikor, ám bár vigye el és legyen neki ezzel jobb a napja, de amikor ott kint a helyszínen mondjuk szétver egy hűtőszekrényt és csak azt viszi ebből, ami éppen neki kell, összetör egy televíziót és csak azt viszik ebből, ami neki kell, a kábeleket és ilyeneket viszi belőle, vagy a kitett ablakot, belül az üveget kitörve csak a fakeretet viszi el, vagy amikor valamit elvisz valahol, és közben elkezdik szelektálni, és ami nem kell, azt a határba éppen simán kipakolják, lehajítják bárhova is. Na ez ilyenkor, ez adja nagyon sok munkát. Hiszen arra fel van készülve a közszolgáltatók, mind a Nyírévé, mind a észak-alföldi Kft., hogy a lomot a helyükről elvigyék. De nem is ezzel van a gond, hanem amit a területeken kint szétdobálnak ezek az elvívő emberek, ezzel van igazából a rengeteg gond. És sajnos azzal, amit ugye már nem viszel a közszolgáltató, hiszen az a faj hulladékot, ami nem lom, azt nem viszi el. Az ilyenkor lehet, hogy marad a Nyírévére, hogy azt ilyenkor sajnos nehéz kell éppenséggel elvinni és összetakarítani. Tehát azért az így nem egy egyszerű. És ilyenkor is nagyon sok előfordul az, hogy tehát hiába vagyunk ott az adott helyszínen, hiába szólunk, hogy mit ne csináljon,
Ha csak csinálja, akkor viszont intézkedni fog vele szemben, akár a köztörfő, akár a rendőr, és megteszi vele szemben a szükséges szankciót ilyenkor is, nem pedig ennyi-ennyi. Én nagyon sok helyen járok az országban, játékvezetőként nagyon sok helyen megfordulok, és nagyon sok város látok ebben az országban. Nyíregyházának nincs szégyenkezni valója. Tehát Nyíregyháza egy tiszta, érhető város. Hát én is csak csatlakozni tudok László véleményéhez, hiszen én is sok várost látok, és ugye ez probléma is bizonyos mértékig a családban. Ha elmegyünk nyaralni, akkor mindig viszi az ember magával a szakmát. Az elvárásait. És akkor néz egy kicsit kritikus, vagy más szemmel szemlélem a közterületeket. Látunk jó példákat, látunk kevésbé jó példákat is. Én is úgy gondolom egyébként, hogy Nyíregyháza egy tiszta és élhető város. Nincs szégyenkezni valunk egyébként a zöld feleteinkre vonatkozóan sem. Mindent meg is teszünk azért, hogy tiszta maradjon Nyíregyháza. Hát a beszélgetésnek az egyik legfontosabb hozadéka az, hogy akár példát is mutathatunk más településekben, vagy más városok számára itt Magyarországon. Köszönöm még egyszer a beszélgetést, a kedves nézőknek pedig köszönöm a figyelmet. Én remélem, hogy együtt tudtunk gondolkodni az előző percekben. További kellemes televíziózást kívánok, viszontlátásra! A műsor helyszínét a nyíregyházi John Bull Pub biztosította.